A gyakorlati feladat megoldásán dolgozik Tóth Péter villanyszerelő. A mesteroklevelet akarja megszerezni, amihez egy fél éves felkészítő tanfolyamot végzett el. Ez pedig már a vizsganapja, mindez a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. 98 óta dolgozok villanyszerelésben, villanyszerelőként. Általában épületvillamossági munkákat csinálok, azóta is, azóta se változott. És hát most arra érett meg az idő, hogy egyrészt szembe jött a lehetőség, másrészt meg magamnak presztízsből, illetve egy kis szakmai továbblépésből gondoltam, hogy kéne foglalkozni a mesterképzéssel, mestervizsgával. Illetve még annyi előzménye is volt a dolognak, hogy idén év elején a kamaránál én megcsináltam külön a szakoktató képzést, és ugye szervezőnk Kata ott említette, hogy ez egy nagyon jó belépő ide, hiszen ebből akkor már itt felmentésem lesz. Így a három modulból a pedagógia ezzel megvolt. A szakmai tárgyon túl vállalkozói ismereteket tanultunk még, ami egyébként szintén nagyon hasznos volt a szakmai képzéssel egyetemben. A szakmai részt pedig azért találtuk érdekesnek így valamennyien, mert hogy hát tanulunk pluszt mindenképpen ugye az eddigi napi gyakorlathoz képest. Foglalkozunk vezérléssel, ami éppen most itt is látszik a táblán, amit kötünk össze. Egy motorvezérlést ugye be lehet kötni a hagyományos módon a mágnes kapcsolóknak a segédérintkezőivel, illetve külső elemekkel, időkapcsolókkal, ilyenekkel, illetve ezt meg lehet csinálni vezérléssel, PLC-vel, mint ahogy ez most itt történik. Azt gondolom egyébként, hogy ebben a PLC-s vezérlés dologban lesz fantázia hosszú távon, tehát ha másért nem, már ezért megérte ide eljönni. Úgyhogy hasznos volt, örülök neki. A mesteroklevél megszerzése fontos esemény egy villanyszerelő karrierjében, mondja a vizsgabizottság tagja. A Pécsi Kereskedelmi Iparkamara több éve szervez már folyamatosan mestervizsgákat. Általában a villanyszerelő mestervizsgák 2-3 évente kerülnek megrendezésre. Gyakorlatilag egy picit ketté kell bontani, ugye a villamosmérnökök, akik a Pollákon végeznek, Műszaki Egyetemen, ők ugye a szakmának az elméleti részét ismerik jobban, ott képviselik a csúcsot, viszont a szakmánál a kétkezi munkát végző emberek, akik hétköznap munkát végeznek, ott a mestervizsga adja tulajdonképpen a szakma csúcsát. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy ugye a jó szakemberek közül is a legjobbak jönnek mestervizsgára, illetve akik valamilyen célt szeretnének elérni. Gondolok itt akár egy tanulóképzésre, tehát hogy a megszerzett tudást tovább szeretnék adni a következő generációnak, vagy egy olyan elismerést szeretnének a környezetükbe, amiből egy kicsit kitűnnek, mert egy mestervizsga az mindig is a rangot, egy külön elismerést jelent. Tehát így van ez a napjainkban is, és hát nyilvánvaló, hogy mert a villanyszerelő szakma rendkívül tág, nagyon-nagyon széles, hát mindig lehet újdonságokkal találkozni. Ilyen például tudja a vezetés is, amit a kollega az imént említett. 15-en jelentkeztek a mostani mesterképzésre. Ez egy viszonylag jó számnak mondható. Általában ezt 8-10 fővel szokták indítani, tehát ennek a 15 főnek kifejezetten örülünk, ez egy nagyon szép szám. Alapjában véve jól felkészült a vizsgázóknak a döntő többsége. Elméleti és gyakorlati vizsgákat tettek a jelöltek. A sikeres vizsga után pedig mesteroklevelet szereztek.